Sziasztok emberek! Üdvözlök mindenkit itt a legújabb videóban! Még mielőtt belevágnánk a videóba, tudjátok meg, hogy megjelent! Életem második regénye, ami egy fantasy, méghozzá varázsló könyve. Kemény fedeles és remek olvasmány, van benne térkép, meg minden csuda mókaság. Szóval, hogyha felkeltettem az érdeklődésedet, akkor lesd meg a leírásod, és ott tudod beszerezni magadnak. Most pedig nézzük meg, hogy milyen pályát hoztam el nektek, ugyanis ez egy Microsoftos Minecraftos pálya, ami pedig nem más, mint egy spot de difference, azaz keressük meg a különbséget. Pálya van itt egy easy mode, medium mode, hard mode, viszont timerrel megyünk. Hát szerintem azért nézzük meg a normál módot, szerintem arra készen állhatunk. Na nézzük! Oké, okay, find the difference. Oké, okay, és mármint, hogy itt rögtön találjam meg, van rá 3 percem? Oké, okay, hát ez nehezebb lesz, mint hittem. Szóval fekete van itt, és ott is fekete van, oké. Okay. Ez így nehez... Hát várjál már, azt hittem, hogy itt lesz egy pici időm megnézni itt a dolgokat, meg ott a dolgokat. Oh my god, oh my god, oh my god, hát ez nem is lesz olyan egyszerű, mint azt hittem. Nézzük át először a piros oldalt, oké? Okay? Itt van. Oh my god, itt a difference. Ennyi differencét már találtunk, nagyon szuper. Ez itt difference? Nem, ez nem volt difference. Oké, okay, itt. Aha, megtaláltunk, még egyet is volt egy. Hát persze, ahogy itt sejtettem, ahogy random kattingattam rá. Itt az asztalon, mintha nem lett volna különbség. Nem lehetünk benne biztosak. Oké, okay, haladjunk szépen sorba. Először megnézzük itt. Jó, ezt itt megjegyeztük. Kék virág, meg minden dolog. Megyünk a másik oldalra. Aha, hú, hát ebből problémák lesznek, srácok. Ebből problémák lesznek. Kék virág. Itt. Ja nem. Úgy van, hogy a félre kattintok, akkor megy az idő. Jó. Várjál, amit meg akartam nézni. Belül van lámpa, oké. Okay. Van 1, 2, 3, 4 virág, oké. Okay. Csaj, jó a fánál ott, oké. Okay. Hú, srácok, hát ez nem lesz egy egyszerű. Ez mi? A board game, oké. Okay. Ez nem kell neki. Mit szóláltuk, hogyha visszaváltanánk easy-re, és úgy néznék meg, mert hát nem olyan egyszerű. Ó, tehát persze, hogy más miatt fogunk kapni. Oké, akkor először nézzük meg ezt. Ez itt kívül, már most látom, hogy nem ugyanaz. Aha, mi az a tojás? Én már kívül találtunk is egyet. Itt a másik, kérem szépen. Oké, eddig nagyon jó. Oké, most akkor irány be. Megnézzük itt is, hogy minden rendben van-e, jó? Jó, oké, meg kell jegyezni, srácok, raktározzátok el itt belül. Nekem ez nehezemre megy, nehezemre esik. Ó, oh, te, jeez, hát emlékszik erre már rá valaki? Várjál, itt a feketét, meg azt a cuccot nézzük meg. Fekete volt a belső. Aha! Ha-ha! Jó, ez itt nagyjából ugyanolyan. Oké, okay, akkor nézzük meg a következőt. Oké, okay, bold. Oké, okay, menjünk át a másikba, oké. Okay. Megpróbáltam elraktározni, blablabla. Valami nem kóser. Itt valami nem kóser. Itt biztos, hogy valami nem kóser. Itt volt valami, aminek nem úgy volt. Fekete, ott izé, ott minden. Aha, itt. Na, hát ez easy-be ment. Legyen timer, legyen izgalmasabb a játék. Nézzük meg, hogy így meg tudom-e találni a differencét. Már rögtön látok itt. Na, nagyon jó, nagyon jó. Ha? Várjál, jegyezzük meg akkor itt. Fekete az, fekete itt minden, meg itt van 2 könyves cucc. És nem könyves cucc, de 2 könyves cucc. Ennyi, ennyi. Ez nem different. Azért mondom, ez viszont az, hoppá. Oké, okay, jegyezzük meg itt a hálószobát. Piros ágy, kis bútor cucc, meg ilyen kis bútor cucc. Oké, okay, meg könyvesbolc alatta. Oké, okay, megjegyeztük, de hogy elfelejtsem. Hoppá, kérem szépen, nem volt a másik oldalon ilyen. Jegyezzük meg itt a konyhát. Szóval dropper, azt hiszem, vagy dispenser, fene tudja, oké, okay, mágnes, meg fekete. Jegyeztük, dropper, mágnes, meg fekete. Dropper, mágnes, meg fekete. Meg nem tudom mi. Oké, okay, ez úgy látszik, hogy ez stimmel. Vagy mégsem? Meg kell néznünk. Újra még egyszer, úristen, de telik az idő, telik az... Hoppá, itt nem volt még egy szekrény, kérem szépen. Hát ott találtam, még kell lennie. Bent biztos, hogy nincsen már több, nem? Toljatok, ha van. Megnézzük kívül is, várjál, meg kívül még nem néztem át. Na ezen mit gondoltam? Nem belátom, az a gond, hogy egyedül ezt az egészet belátni. Várjál, itt milyen polc volt? Nem látom a különbséget, srácok. Ugyanaz van itt is. Hát ez nem lesz egyszerű. De még kell lennie egy csomónak. Amúgy kommentbe lehet majd megírni, hogy ti milyen különbségeket véltetek felfedezni, amiket én, ne adja Isten, nem láttam. Uram Isten, lámpák, várjál, a lámpákat, igazad van, a lámpákat még meg sem néztem. Oh my god, hát én ebből nem látok különbséget. De van itt különbség, kérem. Ez nincs. Ez az! Az utolsó másodpercekben találtuk meg amúgy a különbséget. Hát akkor nézzünk meg.
Nézzünk meg egyet Hartban. Hát az komoly lesz, kacekó. Oh my god. Akkor ez Hart. Akkor lámpa. Oké, várjál. Pff, annyira nagy ez a ház. Aha, eddig semmi különbség. Fekete ablak, ajtó. Oké, várjál. Hogy ez segítség? Aha, segítség, értem, ezek segítségre vannak, oké. Jegyezzük meg itt az asztalt, van rajta ilyen kis sushi, fekete az egész, meg ott van egy nyomólap. Oké, királyság. Szépen lassan kell haladni, körbe kell nézni, nehogy aztán itt a végén problémába ütközzünk. Aha, jó, ezt megtaláltam. Aha, itt is megtaláltam. Haladunk, kérem szépen. Itt, ez már meg volt találva, ugye? Ujjajajajajaj. Na várjál, nem akarok segítséget kérni. Azért korai lenne, de közel járt az ujjam hozzá. Nézzük meg itt ebben a szobában. Jó, itt igazából nincsen semmi. Ez egy full üres szoba. Ott bejövök, mit látok? Raktározzuk el az eszünkbe? Kék, fekete minden. Megvan, el van raktározva. Valószínűleg lesz még az ablakokkal valami. Ez itt nem olyan volt. Nagyon jó, ez itt is tök üres. Jó, kék, fekete minden. Ha! Találtunk is egyet. Itt is van egy kis difference, oké, királyság. Az a gond, hogy olyan nehéz dolga van az embernek. Nem vagyok biztos benne, hogy itt minden ugyanolyan. Oké, nézzük meg. Oké, polc nincsen, a székek jó, oké, fehér meg bordó, vagy barna bordó, de hogy is. Oké, erre. Másik házban vagyunk, bocsánat, másik házban vagyunk. Ah, ez más, ez nem. Ez kell segítség. Itt nem volt a másik helyen ilyen cucc. A butaságot. Oké, menjünk vissza. Még jegyezzük meg az ablakokat. Mindenhol sötét, kivéve ott jó, de azt már megtaláltuk. Jó. 42 másodperc! Az nem elég semmire! Nem elég! Nehezebb, itt gondoltam, még két különbséget kéne megtalálni. Hogy nekem ez fel se tűnt innen is. Az utolsó kettő az csak így jöhetett össze, Amúgy érdekes, nagyon nehéz. Váltsuk vissza mediumra, mert az úgy egy kicsit egyszerű. És nézzük akkor most milyen pályát fog elénk dobni. Rögtön látom, hogy itt van valami. És viszont nem használok segítséget. Ez jó, mert így könnyebb átlátni a dolgokat, viszont hogyha valamit is bete... Jézusom, hát... Oh my goodness. Azt eszeget neki, hát ez nem különbség, várj. De az ugyanaz. Aha, itt nincsen ez! Haha, megvan! Szalampónyomozó ismét lecsop! Oké, itt kell lennie, nagyon jó, eddig ezt tűzünk hajtjuk. Oké, nagyon jó. Most a csíkokat kéne úgy felfedezni, ahogy vannak. Aha, itt is a lámpa, kérem, a lámpa, a sunyi lámpa. Oké, jó, ezt is megtaláltuk. Nem egyszerű amúgy ilyen kis helyen is. Mit gondolsz, hol találod meg a különbséget? Mert én ötletem sincsen. Ha, meg is volt egy! Oké, még kell lennie kettőnek, még kettőt kellene keresni. A lámpák azok úgy néznek ki, mint a két helyen. Ez bizony nehéz dolog. Tudja, hogy a csíkozásban lesz valami átmanipulálva. Nem használhatok segítséget. Meg kell találnom az utolsó kettőt. Nem tudom, és nagyon idegesít, hogy nem tudom, és nem jövök rá. Mi a különbség? Mi? Csík? Itt mindenhol itt végig ilyen kettes van. Igen, itt nagyobb csíkok vannak. Itt sem oldal. Megnézzük itt is. Itt is végig ilyen csíkok vannak, kettes. Itt. Oké, már csak egy. Csak egy különbség van talpon a vidéken. Oké, még biztos, hogy a csíkozást végignéztem mindenhol? Aj, de az utolsót nem találom, 5 másodperc. Ja nem, még egy egész percem van hátra, te. Aj, már itt van a kérdőjel a kezembe. Nem tudom, hogy megnyomjam-e. Várjál, itt. Fél perc! Nem az volt. Oké, mert itt is hiányzik. Talán valahol valamilyen különbséget még felvélek fedezni. Ha, elhasználtam. És most el kellett használnom. És még így sem látom! Miről beszélünk? De ezt már megtaláltam. Soha nem tudom már meg! Most akkor nem tudom már meg. Ha, rögtön az asztal fel is tűnik. Oké, szépen szisztematikusan kell haladni. Tudod? Oké, nagyon jó. Ben! Oké, fekete az a kettő. Jegyezzük meg a barna részeket. Ez, hogy nem. Oké, itt kettő fekete van. Jó, oké. Úha, milyen kis modern house. Écécske, meg minden. Azt hiszem már látom is a különbségeket. Látom is. Nagyon nem látom, te. Oké, ez biztos, hogy az volt. Itt is ez volt. Aha, ez is fekete volt. Ha, jó, oké, vegyez. Biztos, hogy nem ilyen volt. Ó, oké, azt hiszem egy körből nagyon sokat lehúztunk. Most akkor nézzük meg itt, oké? Nézzük át a konyhát. Milyen jó ez a kis konyhasziget. Oké, itt ilyen szagelszívó, polcok, oké? Sütő. Mi az? Csap? Minden van. Oké, királyság, menjünk vissza.
Te, itt még volt valami színes, nem? Nem volt színes? És az a gond, hogy nem tudom. Húdha, te innentől kezdve, aha, itt. De ne viccelj már, ez, arra gondolok. Oké, okay, még kettő van hátra, még kettő van. Aha, miért csak egy jó hátra, nagyon jó. Oké, okay, az ablakokat nézzük meg, az ablakokat még nem néztük át, szóval. Itt nem látok egy ablakot se. Oké, okay, tak. Szóval ebből nem lesz sok bírás. Tak. Egységes ablak. A leborult részben fügyüléjét, de hát mindenhol egységes ablak van. Lehet az is, hogy az egyik ajtó másfelé nyílik. Létezik az, hogy van ilyen különbség? Így néz ki. Aha. Hogy onnan hiányzott egy szekrény. Étettem! Szerintem ebből a pályából ennyi így ízelítőnek pont elég volt. Javaslom nektek kipróbálásra, lehet egyedül is vagy többen is játszani. Remekül el lehet szórakozni vele és kicsit fejleszti szerintem a megfigyelő képességeiteket is. Meg hát a memóriátokat. De kösz, hogy itt voltatok, ne felejtsétek el, hogy megjelent az új könyvem! Ha tetszett ez a videó, akkor nyomjatok rá egy lájkot, iratkozzatok föl és lesétek meg a leírásot, kaphatok a menőséget, a cuccok. Na meg a könyv. Sziasztok!